Jó estét, magyarok! Jó estét, demokraták! Köszöntök mindenkit, a csatlakozott szervezetek, parlamenti pártok és parlamenten kívüli pártok nevében. Ma egy olyan összefogás jött létre, amilyenre nagyon régóta nem volt példa. És mindez megvalósult azért, mert az Operaház narancsos fantomjai halott ritvart készülnek ülni ma este a köztársaság, a jogállam és a demokrácia fölött. Orbán Viktor miniszterelnök gyakran hangsúlyozza és hangoztatja azt, Orbán Viktor, hogy ő erős kormányos. Csak hogy ő jelen pillanatban a Titanic kormányosa. A Titanic, amely előtt már látszik a jéghegy. És ez a jéghegy, ezek ki vagytok, ezek mi vagyunk. Meg fogjuk védeni a köztársaságot. Mit már? Mit már? Köztársaság nélküli elnök? Meg fogjuk védeni a köztársaságot. Mit már? Beszédében azt mondta, 2012 a remény éve lesz. Én most itt végignézek a tömegen, előttem és a hátam mögött, valóban a remény éve lesz. Össze kell fogni a civil szervezeteknek, a demokratikus pártoknak, szakszervezeteknek, egyházaknak, és nem csak a retorika szintjén, hanem megfelelő alternatívákat kell kidolgozni, vissza kell állítani a jogállamot, vissza kell állítani a köztársaságot, mert egy olyan országban akarunk élni, ahol nem kell éhségsztrájkolni a sajtószabadságért, ahol nem lehet visszamenőleges hatállyal törvényeket alkotni. Ahol tiszteletben tartják a szerzett jogokat. Ahol nem lehet megállapítani különböző mértékű minimálbért csak azért, mert valaki az ország egyik területén lakik, vagy itt a másik területén. És olyan képviselőket kell végre küldenünk a parlamentbe, akik kellő alázattal tudják szolgálni a népet, és nem uralkodni akarnak fölöttük. Orbán Viktorék elfelejtették, hogy Magyarországon a hatalom a népé, miénk. Vissza fogjuk szerezni tőlük. Yes.
Magyar Köztársaság. Thank you.